Így fogadták a mohácsi busók az agrárminiszter bejelentését a 4. nyírségi disznótoros fesztivál és 20. nemzetközi böllérversenye Nyíregyházán. Nagy István elmondta, a takarmány és energiaköltségek drasztikus emelkedése, az afrikai sertéspest is terjedése, valamint a kínai piac beszűkülése miatt nehéz helyzetbe került a sertéstenyésztők ágazata. A magyar kormány döntött arról, hogy egy egyszeri 4 milliárd forintos támogatást nyújt a sertéstartóknak, a tenyészkocák tartásán keresztül kocánként 20 000 forintot, és azt reméljük, hogy ez segít első körben egy olyan átmeneti megoldásban, amely a túlélést biztosítja számukra azért, hogy a sertésállományt meg tudjuk őrizni. A tárcavezető kiemelte, az agrártárca minden rendelkezésre álló eszközt használni fog annak érdekében, hogy a magyar sertéstartókat megsegítse. Az új támogatási konstrukció kidolgozása soron kívül megkezdődött. A nyíregyházi fesztiválon 17 csapat mérte össze tudását és ételeit. Ez ma itt egy regionális fesztivál, mondhatom, hogy országos hírű regionális fesztivál, határon túli csapatok is vannak, aki ide kilátogat, az felejthetetlen élményekkel búcsúzik. Ténylegesen megmutathatjuk ezáltal a gasztronómiánkat, a hagyományainkat, a tradíciókat. Nagyon sok kisgyermek is érkezett a szüleivel, családok eljöttek, hiszen nagyon fontos ténylegesen, hogy mi is úgymond megismerhessük a kultúránk ezen részét. 18 ezer adag étellel várták a látogatókat Nyíregyházán. Felvidéktől Partiumig, Kárpátaljáig élő kapcsolataink vannak, és ezeket a fesztiválokat mindig úgy szervezzük, hogy meg is hívunk testvérvárosokat. Az erdélyi Kaplonyból is érkezett csapat a fesztiválra. 25-en érkeztünk, emiatt a Covid miatt gyengébb csapattal tudtunk jönni, nem mindenkinek van oltása, de általában olyan 50-55 személy szoktunk jönni a böllér versenyre, már évek óta. Ez a 20. böllér, tehát már most jubilálunk. A mohácsi busók színesítették az egész napos programot, és a népzene sem hiányozhatott. Szerencsés az, hogy az egyetemnek a rendezvényével is egybeestik, így közel 400 népzenés és néptáncos jelen van a rendezvényen, és tudják olyan szinten színesíteni a rendezvényt, hogy minden igényt szerintem kielégít. Díjazták a legfinomabb hurkát, kolbászt, fogópálinkát és forralt bort, de a legjobb böllér is elismerést kapott. A fesztivál hangulatról a panyolai alakoskodók, a helyi termelők vásári forgataga és népi játszótér gondoskodott.